A Mohácsi csatával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket bemutató tudományos konferenciát szerveztek Pécsen. A Magyar Tudományos Akadémia székházában tartották az eseményt, ahol többek között a Mohácsi történelmi emlékhely létrejöttéről, a csatatérkutatásról és a sírfeltárásokról hallhattak előadásokat a résztvevők. A természetvédelemért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve az Agrárminisztérium is kiáll a fejlesztési tervek mellett. Szeretnénk azt, hogyha elkészülne egy új látogatóközpont ide. Elkezdődött a hármas számú sírnak a feltárása, hiszen azt a 70-es években kibontották, megbecsülték, hogy mi lehet benne, de nem volt pénz akkor sem a teljes feltárásra, és talán igény sem volt a történelemtudomány akkori gondolkozása miatt, ahogy gondolkodtak a Mohácsi csatáról. Mi viszont most elkezdtük, és már most be is fejeztük idén a hármas számú tömegsírnak a feltárását. Az eseményen részt vett a területért felelős miniszteri biztos is. Hargitay János emlékeztetett, hogy már 2020-ban felvázolta a miniszterelnöknek az emlékévvel kapcsolatos terveket. Mint mondta, a tudomány területén nagyon jó eredményeket értek el a szakemberek, de még jobban hangsúlyozni kell a történelmi esemény fontosságát. Mohács 500 egyszerre lehet a nemzeti kegyelet, a hősiesség és a közép-európai összefogás emlékéve. Mindig, amikor csinálunk valamit, bármiről vitatkozzunk, bármit tegyünk, ezt a gondolatot lássunk magunk előtt, és ezt akarjuk építeni. Ha egy ilyen konferencia ehhez valamit hozzátesz, akkor a politika fókuszába kerül, még inkább, mint ahogy én azt eddig elértem, még inkább, ahogy szeretném, és akkor ezeknek a konferenciáknak van értelme. Az infrastruktúrát is fejleszteni kell, hangzott el a konferencián. A célkitűzések között szerepel többek között új kiállítótér létesítése, kerékpárutak építése, de a csatában elesettek méltó emlékhelyének kialakítása is.